Szevasztok, srácok! Elérkezett a következő nap. Most jelenleg itt vagyok a Violáéknál. Most valamit szenved, ott keresi a sapkáját. Aztán most megyünk hozzánk. Tök szép idő van, ennek örülök. Ma is voltam már Kondiba, a Jamrikkal meg a Betszel. És az is lehet, hogy holnap is fogok menni. Holnap utaznak el a Tomiék. Szóval egy darabig nem fogok velük találkozni, és nem lesznek benne sajnos a vlogba. De majd utána ugyanúgy hazajönnek, és akkor folytatjuk közösen a nyarunkat. Most viszont akkor fogom a tatyómat, és akkor megyünk hozzánk. Na srácok, már úton vagyunk Violával hozzánk, most fogunk ebédelni, már lassan kb. 3 óra lesz, de most ebédelünk, mert elhúzódott a Kondi nekem, és ezért csak később tudtam hozzá menni, és még később tudunk hozzánk eljutni emiatt. Stereophonic sound for the home is recorded on 2 separate tracks, each one giving special emphasis to certain sections of the orchestra, as heard from those positions. Srácok, már töltődik fel a tegnapi napi vlog. Na srácok, itt vagyunk a mamáiknál, Andrissal, az unokaöcsémmel. Sziasztok! És nem tudtam, hogy itt lesz, de örülök neki, hogy itt van, mert akkor tudunk együtt mit csinálni? Focizni. Igen. Szóval együtt fogunk focizni, én leszek a kapus, ő pedig a csatár, és ő fog nekem kapura lőni. Gyors váltás, srácok, már itthon vagyok. Tök jót fociztam az unokaöcsémmel, 6 éves, és imád focizni, nagyon szeret, úgy, mint én az ő korában. Cseleket tanítottam neki, például a zidáncselt, azt megmutattam, hogy hogy kell, és tök ügyesen csinálja. Most fog iskolába menni, és remélem majd el fog menni foci edzésekre is, hogyha akar majd járni, mert szerintem nagyon ügyes kisgyerek, nagyon szeretem. Él, hal a foci, én mindig, mikor találkozunk, az az első, hogy Szabi, jössz focizni? És én, mint egy normális focista, persze, hogy megyek, mert én is nagyon szeretek focizni. Nézni is szeretem, csinálni is szeretem, és például fifázni is szeretek nagyon. Szóval minden, ami focival kapcsolatos, azt nagyon szeretem és élvezem, mert a foci az nem csak egy egyszerű sport, hanem az több annál. Sokkal több annál. Vagyis szerintem mindenkinek más a véleménye. Van, aki azt mondja például a fociról, hogy 20 ember kergeti a labdát, és
kettő pedig áll a kapuba, és várja, hogy kapura lőjenek és kivédje, és hogy ennek semmi értelme, mert egy hülyeség. Hát szerintem nem így van, mindenki más, hogy ítéli meg ezt az egészet, szerintem egy nagyon csodálatos sport, és addig fogom űzni ezt a sportot, amíg van erőm, amíg szeretem, és amíg tudom. Igazából ma már sajnos nem lesz több történés, mert elég késő van, elég sötét van már odakint, szóval most már igazából pihenni fogok, videót vágni, meg talán egy picit játszani, Rocket League-gel vagy Rust-tal, tudom is én, majd még úgy is eldől, aztán korán megyek aludni, vagy amennyire tudok, mert holnap megint megyünk kondiba, reggel, korábban, mint ma, és ezért azért ki kell pihennem a mai edzést és az egész napot, szóval időben kéne aludni mennem. Holnap még igazából program nincsen, de majd valami biztos kitalálok, vagy kitalálunk közösen, ezt még nem tudom, de ez majd idővel ki fog derülni, aztán majd arról úgyis tudni fogtok, gyerekek. Hát igazából ez a mai videó ennyi is lett volna, hogyha tetszett, akkor dobjatok rá egy lájkot, és iratkozzatok fel. Én Szabi voltam, szevasztok!